Kedves nézőink, ahogy az biztosan önök közül is sokan tudják, szeptember 18-án indul az az ellenzéki előválasztás, amely során itt nálunk is lehet dönteni arról, hogy mely ellenzéki ellenjelöltet szeretnénk majd az országgyűlési választásokon látni. És hát erről lesz szó a most következő műsorban, pontosabban egy bemutatkozásra kerül szó. Üdvözlöm Gajdos Attilát, aki a Mindenki Magyarországon mozgalom nevében által delegálva indul, mérettetik meg ezen a előválasztáson. Ismerhetünk téged, hiszen a megyegyűlésbe nem egyszer a megyegyűlési tájékoztatóban láthattunk, hogy nyilatkoztál, és tudjuk azt, hogy Szarvason azt hiszem önkormányzati képviselő is voltál, de hát azért mégis mutatkozz be a mezőberényieknek, de mondom, azért ismerhetünk. Köszöntök mindenkit, a mezőberényieket. Én Szarvasi vagyok. Jó Mendrődön és Dióványán dolgozom, már évek óta a választókörületben, hát nem itt születtem Gyulán, de azért, mert ott a kórház, de hát itt élek, 45 éves vagyok, tehát egész 45 évet itt éltem le, itt jártam általános iskolába, Jó Mendrődre jártam középiskolába, itt dolgozom, mindig is itt dolgoztam, sőt még a főiskolát is nagy részt, nem minden diplomámat itt szereztem, de kettőt itt szereztem meg. Agrár végzettségem van, és vetőmagos szakmérnöki végzettségem van. Szlovák származású vagyok, tehát itt ez egy részben szlovák település. Az én déd nagyapámé volt a szarvasi szlovák tájház, tehát kisebbségének érzem magam. Tudok ki szlovákul. Mit mondjak még el magamról? Hát az, hogy mióta politizálsz? Igen, tehát én a Jobbiknak az alapító tagja vagyok, 17 éve én alapítottam meg országosan, és Szarvasos a Jobbikot. Annak a listáján voltam képviselő, tehát megyei önkormányzati képviselő, két ciklust voltam megyei önkormányzati képviselő, tehát 9 évet, és két ciklust voltam szarvasi önkormányzati képviselő, és most külső bizottsági tag vagyok a Szarvasi Önkormányzatban, a Környezetvédelmi Ügyrendi Bizottságnak a külsős tagja vagyok. Tehát elég régóta politizálok. Igazániból engem nem a pártpolitika érdekel. Azért is vállaltam el a Márki Zaj Péteréknek a jelölését. Ugye ő a Mindenki Magyarországa mozgalom. Én az emberek jelöltje kívánok lenni. Az emberek ügyeivel foglalkoztam eddig is, ezután is ezzel szeretnék foglalkozni. Ezt szeretném képviselni. Na de hogy lehet az, hogy akkor a Jobbik egyik alapító tagjaként megyei, illetve hát országos szinten is, most mégis a Mindenki Magyarországon mozgalom szintén? A Jobbik adta meg a befogadó nyilatkozatot, tehát kellett kérni a pártoktól, ő megadta a befogadó nyilatkozatot a frakcióba, így. Na jó, akkor ezt tisztáztuk. Ennyit tisztáztuk. És szerinted egyébként itt Békés megye, emlékszem, hogy jó pára mondták azt, hogy valahogy, amikor kiterítik Magyarország térképét, akkor, és tárgyalnak arról, hogy mit, hogy és mit kellene csinálni, valahogy a kávéscsészék mindig Békés megyére kerülnek, és talán ezért vagyunk egy kicsit úgy elfelejtve országos szinten. Véleménye szerint mik a legsürgetőbb dolgok, amiket itt nagyon gyorsan rendbe kellene rakni? Itt élek, itt dolgozok. Most is ugye kocsival jöttem, Jó Mendrődről, ott dolgozom. Jóerődön, és hát ez az út, ez elképesztő. Tehát lehet, hogy mindenki elmondta, de tehát az minősítetetlen például az úthálózat a Békés megyének. Hiába van szakaszokat eset megcsinálnak, tehát itt az egészet rendbe kéne rakni. Tehát ez egy óriás nagy feladat. Tehát én úgy látom, hogy ez, ami első körben az zavarja, engem is személyesen mindig kár van a kocsimba, a munkába járás során, meg akárhova megyünk, ez az első probléma. Második, a egészségügynek a helyzete, én szerintem összeomlóban van, tehát iszonyatos várólisták vannak, szakemberhiány, előregedő háziorvosi kar, tehát itt nincs miről beszélni, tehát az egészségügyi ellátás mindenféleképpen problémás. Tehát azon változtatni kell, javítani kell. Oktatásnak a helyzete ugyanúgy tanárhiány van, ugyanúgy azt mondom, hogy az is összeomlóban van. Tehát 11 éve sikerült elérni azt, hogy az is összeomlóban van. Tehát óriási problémák vannak az oktatási rendszere Magyarországon, és ugye minden mutatóban romlik a diákoknak a teljesítménye Magyarországon. Ami a jövedelmeknek a jövedelmi viszonyok itt Békés megyében, tehát nagyon alacsonyak. De egész országban tehát nem elég a megélhetésre már a jövedelem. Tehát megemelkedtek az árak, alacsonyan vannak a bérek, Békés megy mindig ott voltak, de tehát 200 ezer forintot épp ha valahol megüti, de alatta van az átlag. Mondhatni az átlagbér itt Békés megyében, de most eredkezően mennyire lehet abban megélni, semmennyire. Mindennek az ára felment a ingatlanoktól kezdve minden. Tehát ez a másik olyan probléma.
Gazdaságfejlesztés. Tehát nagyon elmaradott. Minden szinten elmaradott Békés megye. Ez a kettes választókerülete is, ami 18 települést tartalmaz, Magyarország egyik legfejletlenebb területe. Tehát itt tényleg ráfér a fejlesztés, gazdaságfejlesztés. Tehát nincs megfelelő munkahely, választék a munkahelyekből, nincsenek megfelelő bérek, tehát ez elég sok feladat, ha ez... De az is érdekes, tudod, hogy azért már jó pár éve csinálom a tévét. Tehát ez minden egyes országgyűlési választáson, ezek elhangzanak. És van változás? És még sincs változás. Nincs változás. Tehát mindenki elmondja, aztán még sincs változás. Még sincs változás, nem tudok mást mondani. És nagyon sokat hallunk arról, ugye így az országos politikát behozva, hogy itt miféle mutyi ügyek vannak, ez az amaz Békés megyében, is láttok olyan dolgokat, amiknek érdemes utána nézni? Tehát jobb orvoslatért kiállt? Vannak persze a Békés megyében is a bírósági ügyeket a Simonka úrnak a körzetében, képviselőnek a körzetében. Az azért távolabban tőlünk. Én azt mondom, hogy hát majdnem általános ez. Tehát itt felülről szervezett állami szintű intézményesített korrupció van. De most ezzel is le kell számolni, hogy az ország valahol egyről a kettőre jusson. Ha megnézzük a környező országokat, Magyarország ebben is lemaradt. Tehát lemaradt az életminőségben, lemaradt a jövedelemben, a fogyasztásban, mindenben, és ennek összefüggés van ezzel az intézményesített korrupcióval. Igenis van. Nem az én dolgom ezzel foglalkozni, megfelelő szervezeteket létre kell hozni, amik ezzel foglalkoznak, vagy hát olyan már tenni, ami foglalkozik is vele. Tehát van Magyarországon, van ügyészség, van bíróság, foglalkozzon vele ő egy kormányváltás után. Nem az országos képviselő feladata. Igenis vannak itt ügyek, én szerintem ez általános, látjuk az országban, általános, ezen is változtatni kell, legyen végre 30 év után elszámoltatás. Nem volt 30 évig. Én gyerekkorom óta politizál, vagy érdekel a politika. Politizálok, az túlzás, mert ugye az 17 éve, de mindig is érdekelt. Érdekelt a történelem, a politika, a rendszerváltás gyerekként átéltem, a szüleimnek a kisemmizését, a TSZ privatizációkat, az is kezdtem politizálni utána. Láttam az társadalmi igazságtalanságokat, ezért alapítottam egy pártot. És itt vagyunk most 30 év után, ahol még azt mondjuk, ugyanúgy vagyunk, vagy még rosszabb a helyzet. Tehát ez is vállaltam például a jelöltséget többek között. És milyenek eddig a kilátások? Mármint ugye tudjuk azt, hogy nem csak te indulsz az ellen az előválasztáson. Te hogy látod, az emberek mennyire vevők erre, mennyire tudnak egyáltalán az előválasztáson, mert pont itt azért elárultjuk, hogy... Szerintem most azért is beszélgetünk, hogy tudjanak, hogy 18-ától lesz előválasztás szeptember, és akkor lesz egy második forduló miniszterelnök jelölt választás. Ugye itt az a lényeg, hogy ki legyen a kihívója itt a helyi fideszesnek és Orbán Viktornak majd országosan. Kilátások, én azt mondom, hogy most, hogy az ellenzék össze kell fogni, tehát másképp nem lehet leváltani a mostani kormányt, hatalmat, itt helyi szinten sem össze kell fogni. Én azt mondom, hogy én bízok a demokráciához, emberi bölcsességbe, kiválasztják a legalkalmasabb jelentet. Igen, csak tudod, hogy itt valahogy a mi választókörzetünk, vagy kerületünk, hát nem túl aktív választás szempontjából. Azt hiszem, ilyen 30-40%-nyi részvétel szokott lenni. Tehát meg lehet mozgatni az embereket? Vagy látod azt, hogy ugye járod Mezőberényben is, ugye fogsz standolni, úgymond. Tehát, hogy meg lehet mozgatni az embereket? Érdekli őket egyáltalán még a politika? Hát a saját sorsuk érdeklik, akkor a politikának is érdekelnek kell, hogy érdekeljük őket. Szerintem igen, elég sok most a protestszavazó. Csöndben vannak, nem ki fogják nyilvánítani a véleményüket. Nem lehet tudni, hogy... Amit nem lehet tudni. Bizonytalan az nagyon nagy, 30%, és azok a protestszavazók általában. Itt szerintem most sok protestszavazó lesz, aki el fog menni, és azt mondja, hogy akkor ennyi elég volt most ebből az egészből, és akkor változtassunk valami mást. Én nekem az a véleményem most. Hát akkor én ehhez kívánok sok siker, nem tudom, van-e még valamit mindenképpen szeretnél elmondani, megosztani? Akár az előválasztással kapcsolatban, hát természetesen gondolom azt, hogy szavazzanak rád. Ezt mindenki el fogja mondani. Én annyit szeretnék mondani magamról, ugye minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát 45 éves vagyok, amikor a legfiatalabb jelölt ebben a társaságban, vagy ebben a körben, aki most indul. Én élek itt egyedül ebben a körzetben. Tehát ismerem is ennek a körzetnek, a kettes választókörzetnek a problémáit. Van tapasztalatom, 9 évig voltam megyei és helyi önkormányzati képviselő, és ami nekem nagyon fontos, hogy félretévett az egész pártokat, meg pártrendszert, én tényleg az emberekért akarok dolgozni, az emberek ügyéért akarok eljárni. Ezt csináltam mindig is, és ezt is akarom a jövőben tenni.
hozzám nyugodtan lehet majd személyesen fordulni, én megpróbálom elintézni az ügyüket. Ki akarok állni azokért, akikért nem áll ki senki, és akiknek nincs hangjuk, azoknak akarok a hangja lenni. No, hát az előválasztáson mindez eldől, aztán majd vagy találkozunk még, vagy gondolom beállsz a győztes jelölt mögé, hogyha úgy alakul. Én minden esetre sok sikert kívánok a megvetetésre. Gyakorlj empeknél, dovidjenje.